Vajon egyedül vagyunk a világban, vagy léteznek rajtunk kívül más intelligens fajok is az univerzumban? Elméletben az univerzumnak már csak a nagyszámok törvénye alapján is hemzsegnie kellene az intelligens fajoktól, mégis mindegyik jól elrejti ennek a bizonyítékát. Ez a Fermi paradoxon, amit az 1950-es években egy olasz fizikus Enrico Fermi mondott ki. A Fermi paradoxon megpróbál megoldást találni arra, hogy miért nincs még bizonyítékunk idegen társadalmak létezésére a majdnem 14 milliárd éves és meglehetősen óriási univerzumban. Már csak a puszta méretek miatt is léteznie kell rajtunk kívül más életnek is odakint. De akkor miért nincs rá bizonyíték? Még ha csak a tejútrendszerre is koncentrálunk, ami több mint 300 milliárd csillagot foglal magába, és azoknak a csillagoknak csak 1%-a körül forog életre képes bolygó, és azoknak is elenyésző számán alakult ki ténylegesen az élet, akkor is több ezernyi életforma létezhetne rajtunk kívül. Ennek a paradoxonnak a feloldására születik az összes tudományos elmélet, amit valódi kutatók, csillagászok, fizikusok találtak és dolgoztak ki. Sziasztok! Márk vagyok a 10-es listától, és ma elhoztam nektek 10 tudományos elméletet a Földön kívüli élettel kapcsolatban. Miért nem adnak életjelet az idegenek? Tudnak rólunk? Érdekeljük őket egyáltalán? Alan Stern, a NASA fizikusa egy különös elmélettel rukkolt elő. Szerinte a Földön kívülieknek halvány lila gőzük sincs arról, hogy létezik más civilizáció rajtuk kívül. Valószínűleg azt sem tudják, milyen az esti csillagos égbolt. Na nem azért, mert az IQ-juk annyira alacsony, csak szimplán fura helyen élnek. Stern a Space.com-nak adott nyilatkozatában a felszín alatti vizeket jelölte meg, mint a kialakuló élet bölcsői más bolygókon. Még laikus szemmel nézve is teljesen élhető a gondolat, hiszen a felszín mélyén nem kell számolni a mérgező atmoszférával, a magnetoszféra miatti fura mágneses térrel és a napkitörések hatásai se fenyegetik őket. Az egyetlen hátulütője ennek a dolognak, hogy semmi őket, se ők minket nem tudnak szemügyre venni, a kapcsolatfelvétel lehetetlenségéről nem is beszélve. Az állatkertek, vadrezervátumok működésébe beletartozik az állatok tanulmányozása. Természetesen erre a valós élőhely a legmegfelelőbb, hiszen ott fognak minden a fajra jellemző viselkedési formát megmutatni, amiket a tudósaink lejegyzetelnek. Van egy elmélet, ami szerint az űrlények pontosan ugyanezt teszik velünk. Mi van akkor, ha egy képernyőktől roskadozó falak előtt ülő 10 fős földön kívüli csapat pontosan ezt csinálja velünk is? Bűszen jegyzetelik, mit csinálunk, ha esik, minek állítunk karácsonyfát, mit esznek a vegánok, stb. Azért nem köszöntek be eddig hozzánk, mert az rontaná a megfigyelést. Valljuk be, kétszer is meggondolnánk azt a WC-re menetelt, ha tisztában lennénk vele, hogy ebből egy másik bolygón jegyzőkönyv készül. Szóval az állatkert elmélet tömören. A megfigyelésük eredményességéhez szükséges, hogy megőrizzenek minket a természetes körülményeink között, ezért nem veszik fel velünk a kapcsolatot. Lehetőségük lenne kommunikálni velünk, egyszerűen csak nem akarnak belerondítani a kis világunkba. Az állatkert elmélet mellett sok más népszerű hipotézis is van, miért tettek némasági fogadalmat a Földön kívüliek. Lehet egyszerűen még nem ütjük meg a mércét. Túl kezdetleges az életszemléletünk, a világról alkotott képünk, vagy a technikai fejlettségünkben rengeteggel le vagyunk maradva. Nem lenne közös témánk, így még várják, hogy beérjük őket. Az is lehet, hogy tiszteletben tartják a civilizációnkat, és nem akarnak se beleszólni az életünkbe, se felforgatni azt a megjelenésükkel. Mindezekből arra is következtethetünk, hogy mindenki nagyon komolyan veszi az előírásokat. Vagy csak egyetlen faj tudna velünk kommunikálni, de nem teszi, vagy pedig létezik egy megegyezés az idegenek között, hogy nem szólnak hozzánk. Létezik még a túl veszélyes lenne elmélet is, ami szerint annyira agresszív faj vagyunk, hogy senki se akar velünk találkozni. Mint az a kisgyerek a játszótéren, aki eltöri mások játékait. Népszerű elmélet az is, hogy mindenki bujkál, mert fél a mások agresszivitásától vagy technológiai fölényétől. Feltételezhető, hogy ha létezik más intelligens faj, náluk is előkerült már a Fermi paradoxon, azaz, hogy miért nem kontaktál senki senkit. Ha tényleg olyan sok intelligens faj létezik, mint amennyinek matematikailag kellene, biztos, hogy megvolt már az első kapcsolatfelvétel.
A Föld egy harmadik generációs bolygó az univerzumban, így jó eséllyel bőven előttünk megtörtént már a találkozás két idegen faj között. Ennek a találkozásnak viszont lehetett annyira katasztrofális következménye, hogy mindenki inkább a csendet választotta. Elég egy történelemkönyvet kinyitnunk, hogy lássuk, mi tud történni civilizációk első szembekerülésénél. Nem egy népcsoportot írtottak ki a Földön teljesen a múltban technológiai fejletlensége miatt, csak azért, mert az erősebb fél megtehette. Mi van akkor, ha mindenki fél a másiktól? Nem tudjuk, milyen előre haladott civilizációval tudnánk kapcsolatot teremteni, de legalább olyan fejlettnek kell lenniük, mint nekünk, ha kapcsolatot tudnának létesíteni velünk. Nem garantálja semmi, hogy az ilyen találkozások békésen zajlanának, és nem rohannának le minket egyből. Vannak olyan pesszimistább irányba hajló vélemények, miszerint a technológiailag fejlett civilizációk mind elbuknak. Röviddel azután, hogy végre megteremtették a lehetőséget a bolygóközi kommunikációra, beadják a kulcsot. Már magához az űrutazáshoz is kell egy magasabb technikai fejlettség, ami magával hozza a nem annyira emberbarát felfedezéseket is. Ilyen például a nukleáris bombák világa, ami egy szempillantás alatt a nullával tudná egyenlővé tenni bármelyik civilizációt, ha bekövetkezne egy atomháború. Ha nem akarunk a háborúk irányába elmenni, egy mezei fertőzés, nanotechnológiai malőr vagy egy rosszul kiszámított fizikai kísérlet is gyorsan halálba tudja fordítani az életet. Na de akkor még az örökzöld túlnépesedés és környezeti erőforrások hiányából fakadó krízis kombóját nem is említettük. Carl Sagan és Joseph Sklovsky 1996-ban már felvetették azt az elképzelésüket, hogy a technikai civilizációk vagy megtanulják kezelni az önpusztításra érzett késztetésüket, vagy mennek a levesbe. A technológiai fejlettség egy fokát elérve nagyon könnyű egy civilizációnak kiirtani önmagát, és mi épp e körül járunk. Intenzíven szurkolni kell, nehogy beigazolódjon az önpusztítás elmélete ránk vonatkozóan. Nagyjából 200 ezer éve koptatják a modern emberek a talpukat a Földön. Emberi léptékben soknak tűnik, kozmológiai tekintetben viszont csupán légypiszok ez az időintervallum. Gondoljunk csak bele abba, hogy ehhez a 200 ezer évhez képest is milyen rövid ideje kutatjuk az idegen élet nyomait. Nem lehet, hogy csak türelmetlenek vagyunk. Alig 80-90 éve kezdtünk el az űrbe rádiójeleket sugározni és aktívan figyelni a kozmosz felé. Maga a rádiós technológia, ahonnan legnagyobb valószínűséggel várjuk az idegenek életjelét, sincs annyira kifejlődve még. A rádiós jelanalizáló technikák még nem képesek kiszűrni a nagyon erősen tömörített adatfolyamokat. Ez azért gáz, mert így a fehér zajt játszik könnyedséggel tudjuk összekeverni az esetleges csillagközi üzenetekkel. Ki tudja, lehet szerencsétlen földön kívüliek már nem is tudják, milyen témával tudnának minket válaszra bírni, nekünk meg közben le se esik, hogy valakik kommunikálni szeretnének velünk. Van azonban egy másik szemszög is a korunkkal kapcsolatban. Mi van, ha ennyi idő alatt más civilizáció nem is volt képes a Homo sapiens evolúciós szintjét megugrani? Bár az univerzum közel 14 milliárd éves, kellett ennyi idő, hogy kialakuljon a fajunk. Lehet, hogy az élet megszületése és ilyen fejlettség elérése máshol sem volt gyorsabb, és az univerzum léptékében mi egy korai civilizáció vagyunk. Az előbbi gondolatsorokat tovább boncolgatva, lehet nem az idő a kulcs, hanem a technológia. Bár az, hogy kevés ideje létezünk a Földön, valahol együtt jár a technológiai fejlettséggel. Elképzelhető, hogy mi vagyunk a legfejlettebb civilizáció közel-távol, és valószínűleg a többiek nemhogy velünk, de még egymással sem képesek normálisan kommunikálni. Nincs semmi garancia arra, hogy az idegen létformák fejlettebbek technológiailag, mint mi. Ha pedig mi vagyunk egyedül képesek arra, hogy keressünk, a távolságok miatt nem fogunk senkit se találni. A szkeptikusok sokkal radikálisabb következtetéseket vonnak le. Szerintük az olyan civilizációk, akik minimum addig eljutottak, mint mi, vagyis képesek az űrutazásra, ritkák, mint a fehér holló. Szerintük bele kellene nyugodnunk abba a ténybe, hogy egyedül vagyunk, és egymással tudunk csak tracspartit folytatni. Ha random egy földön kívülire gondoltok, nektek is egy emberszerű alak jelenik meg a fantáziátokban. Valószínűleg ezzel minden ember így van, ha csak nem valamelyik képregényes, bogárszerű alakra gondol. Pedig senki sem mondta, hogy intelligens növényekből nem állhat egy civilizáció valamelyik bolygón.
Frank Drake vetette fel először a kérdést, van-e elméleti lehetőség arra, hogy például egy neutron csillagon kialakuljon az élet? Ha ki is alakul, tuti nagyon más lesz, mint a földi szén alapú élet. Ebből kiindulva már magával az észleléssel is problémáink lehetnek. Mi azokhoz az élőlényekhez vagyunk szokva, amik körülvesznek minket. A mi elképzeléseink szerint életnek kinéző valamit keresünk, így sosem vennénk észre mondjuk egy kövekből álló társadalmat. Arról nem is beszélve, hogy teljesen más kulturális, tudományos, szociális háttérrel jöhetnek létre így a különböző civilizációk. Ami persze érdekes, de a kommunikációhoz mégis kellene valami közös alap, amin elindulhatna az egész folyamat. Lehet számukra az általunk elképzelt nyelv vagy épp matematika fogalma teljesen ismeretlen. Tehát a kommunikáció hiányának oka lehet egyszerűen a másság is. Ha megnéznénk, hogy a virtuális valóság térnyerése vagy az űrkutatás hozza jobban lázba az embereket, egyértelműen a VR felé billen a mérleg. Nem ördögtől való az az elképzelés, hogy a fejlett földön kívüli civilizációk már túlestek azon a váltáson, aminek mi még az előszobájában vagyunk. Lehet, hogy már teljesen érdektelenek a rajtuk kívül levő dolgok iránt. Könnyen elképzelhető, hogy már létrehoztak egy olyan sokrétű és vonzó médiahálózatot és szórakoztatóipart, ami mellett nincs értelme többé áldozni a bonyolult és költséges űrkutatásra. Minden szükségletüket ki tudják elégíteni a technikai újításaikkal. Ha akarnak valami vadat, kreálnak egy világot a VR-ban, és ott bármit megtehetnek. Vajon amikor már nálunk se fog gyerekcipőben járni a virtuális valóság, mindenki számára elérhető lesz, és valóban azt tehetünk, amit csak el tudunk képzelni, fognak még érdekelni minket a földön kívüliek? A ritka föld elmélet hívői a Fermi paradoxont úgy oldják fel, hogy nem az ember gyökér, hanem a bolygónk túl egyedi. Nem sok olyan bolygó van, ami a Földhöz hasonló, és ahol minden körülmény ennyire klappol az élet megjelenéséhez. Nem mérgező a légkör, van víz, termékeny a talaj, vannak évszakok, nappalok és éjszakák. Ezek lehet nem tűnnek nagy dolognak, de a biológiai élet kialakulását tekintve kifejezetten fontos tényezők. Nincs is még egy földszerű bolygó, ahol mindez egyszerre megtalálható lenne. Ez nem jelenti azt, hogy máshol nem alakulhat ki élet, csak a Mázli faktor túl nagy, ezért adnak kevés esélyt neki. Természetesen vannak ellenzői is az elméletnek. Főleg filozófiai és vallástörténeti alapjai vannak az elképzelésnek, ezért a tudományos társadalom egy része élből elutasítja. Mégis ott a tény, hogy tudtunkkal 200 ezer év alatt csak mi jutottunk el odáig, hogy rakétákat küldjünk a Holdra. Sem a Földön nem jött létre hozzánk hasonló létforma, sem más bolygón nem találunk erre utaló magyarázatot. Igenis, van esély arra, hogy egyedül vagyunk. Mára ennyit a 10-es listáról. Ha tetszett a videó, dobj egy lájkot és iratkozz fel a csatornára, hogy elsőként értesülj a legújabb tartalmakról.